egy régi, nagy, klasszikus, meleg, második fogás vagy desszert következik, ez pedig a mágia rakás. Bármi jó, ami otthon van. Tehát most nekem száraz kifli van, de ha száraz kalács van, az is jó, vagy briós, az is jó. Tehát bármilyen tészta alap, ami már szikkadt, nem tudjuk másra használni, tökéletes alapnak, azért talán legtöbben mégis kifliből és kalácsból készítik. A lényeg ugye az, hogy ezt fölkarikázzuk és beáztatjuk, de közben elmondom, hogy még mi mindentől lehet nagyon finom. Tényleg, ami otthon van, volt hajdanán a kamrában, és ez ma is így van, azt rakták össze, és valahogy zseniálisan a végén összeállt. Szóval lekvár mindig volt a kamrában, egy maréknyi dió is volt a kamrában, tej, tejszín, vaj, mindenkinél volt otthon, és hát ami a gyümölcsök közül volt, ugye az az alma, körte, birsalma, úgyhogy mindhárommal készítették, mert ez régen eredendően azért egy téli édesség volt. Tulajdonképpen ez a mágia rakás, ez a mi kenyérpudingunk. Tehát minden egyes nemzetnek van ilyen receptje, van, ahol ezt a beáztatott száraz péksüteményt madártejjel öntik le, és úgy sütik össze. Van, ahol juhorszirupa. Kinek mi a nemzeti sajátossága, ami volt otthon? Ezt persze lehet ma már egy kicsit ragozni, hogy lesz minél finomabb, úgyhogy lehet beletenni egy kis vaníliát, vagy akár még rumot is, citrom, narancshéjat, mazsolát, vagy bármilyen asszalgyümölcsöt, amiből van egy kicsi még otthon. Vége láthatatlan a variálási lehetőségek sora, és hát variáljuk is. A magyar recepteket, ahogy végignéztem, Ínyes Mester és a Zilai Szakácskönyv is azt írja, hogy ugye mert tojáshab lesz a tetején, hogy a tojáshabba keverték bele a lekvárt, és úgy sütötték. Mások meg ugye a kifli rétegre, vagy karács rétegre tesznek lekvárt. Én azt határoztam, hogy mindkettő helyre teszek. Van egy vörösbélű őszi barack, parasztbarack egyébként magrólkelős itt az Őrségben, annak ilyen a lekvárja, úgyhogy ezt fogom majd a kifli rétegre rakni, és a sárga barackból pedig majd a tojáshabba keverek. Nos, felszeleteltem a mexikat kiflit, és akkor itt is van különböző változat, van, aki csak tejjel locsolja meg, van, aki csak tejszínnel, van, aki tej és tejszín keverékével, úgyhogy én ez utóbbit választottam. Tej, tejszín keverék, fél liter, de az fontos, hogy melegítsük fel, vagy akár még fel is forralhatjuk, mert akkor fog igazán jól elázni a kifli vagy kalács. Ezt most meg is melegítem, tehetünk bele bio citrom és narancshéjat, tehetünk bele akár már ide is daráldiót, akár rumot is, vagy fahéjat, tényleg a kedvünkre. Közben itt belém akadt a kötényem, és elfelejtettem róla beszélni. Ez a babaruha, ez eredendően egy igazi eredeti lagzis kötény, amit a gasztrangyal forgatása során kaptam egy nagyon kedves nénitől. Ugye, amikor kész volt a vacsora, akkor felsorakoztak az asszonyok, akik főztek, meg a rokonságból, akiket megkértek, és a legszebb kötényüket, vagy az erre az alkalomra készített kötényt felvették, ilyen patyolattisztát, és ebben szolgálták fel a vacsorát. Hát szerintem zseniális. Nézzék meg, mennyi energia van benne. Tulajdonképpen ez egy ilyen verseny is volt, hogy ki szebb, kinek a köténye szebb, hát látta ugye az egész falu. Nekem egy picit nagy, ezért itt így meghajtom, de hát zseniális, nem? Tehát milyen csinosak, még a kötényben is divatot teremtettek. Jaj, kifut a tej! Annyira beszélek. Reszelek rá citrom és narancshéjat, minél illatosabb legyen. Attól, hogy maradékfeldolgozás van, mert ez tulajdonképpen az, attól még amit lehet, elkövetünk vele, hogy újból nagy élmény legyen. Ha tényleg csontszáraz már a kalács vagy a kifli, akkor azért nem elég a fél liter tej vagy tejszín. Arra figyeljünk, hogy legyen még tartalék, ha nem ázik el eléggé. És ezt hagyjuk egy kicsit állni.
És akkor ledarálom a diót. Elég egy ilyen két maroknyi dió is, de természetesen ezt is lehet ragozni. Kész a dió is, szétválasztom a tojásokat, és a sárgáját egy-két evőkanálnyi vaníliás cukorral habosítom. Amíg megtisztítom az almát, addig ez szépen fölhabosodik. Megnézem, hogy maradt-e fölösleges tej, de nem, tökéletesen felszívta a kifli. Ezt a cukros tojás habot is hozzáadom a megázott péksüteményhez. Hozzáadok mazsolát, aki nem szereti, ne adja hozzá. És ezzel is jól elkeverem. Ah, de jó, Isten illata van. Jön a tepsi. Jól kibajazzuk. Zsemlemorzsával beszórjuk. És jöhet bele a kifli. Jól lenyomkodva elterítjük. És megkenjük lekvárral. És én itt használom ezt a piros barack lekvárumat. Kicsit más lesz, mint amit megszoktunk ettől a vörös barack lekvártól. Ezt felszívjuk darált dióval. Most jön az alma készítése. Ízlés kérdése, hogy milyenre vágjuk össze az almát. Lehet akár egész karikákra is, lehet ilyen cikkelyekre vagy kockákra. Én most így fogom összevágni. Egy kanál barna cukorral, egy kis fahéjjal és egy pici vajjal megpárolom. Azért kell megpárolni, hogy kicsit elpárologtassuk, elfőzzük róla a fölösleges almalét, mert ez a dió azért felszív belőle, de azért azt nem szeretnénk, hogy nagyon eláztassa már az amúgy is beáztatott kiflit. Jöhet egy kis vaj, egy kis barna cukor, fahéjat majd, amikor már jó, szaftos, akkor teszem rá. Egyébként a mágyarakás, miért mágyarakás? És azt mondják, hogy csak azért, semmi köze a boszorkányokhoz. Talán. Amikor a tetejére ráhalmozzuk a tojáshabot, akkor azt úgy kell rárakni, hogy olyan lángnyelvszerű legyen. És akkor ahogy megpirul, akkor tényleg olyan, mintha egy mágia lángolna. Amikor ez megpárolódott, és egy kicsi alma levet már elpárolgott, akkor ráhalmozzuk a kifli lekvár dió réteg tetejére, és 180, akár 200 fokra is betehetjük a sütőbe, körülbelül 20 percre, 20-25 sütőtől függően. Látszik az alma teteje, amikor már jól meg van sülve. Addigra felverjük a maradék 4 tojásfehérjét, rátesszük, és még 10 percig majd sütjük, de azt majd mutatom. Sült, úgyhogy jöhet a 4 fehérje, 4 kanál cukorral. És egy szép fényes habot verünk belőle.
Gyönyörű. Ebbe teszem bele a baracklekvárt. Szépen óvatosan beleforgatom. Nem is kell teljesen elkeverni, nyugodtan lehet csíkosan hagyni. És jön rá tetejére. Közben 190 fokról 170-re visszaállítottam a sütőt. Oda rakom habbal vissza a mágiarakást, és amikor majd a hab teteje pirul, akkor lesz kész. Próbálom a tetejét úgy igazgatni, hogy mágiarakáshoz, a nevéhez méltó legyen a látvány is. Mehet vissza a sütőbe. Fanni, kóstolj! Szia! Alig vártam, köszönöm szépen! Szereted egyébként a mágiarakást? Imádom, az anyukám nagyon sokat csinál gyerekkoromban. Nem száraz, jól van. Nekem soha nem csinált anyu, tehát nálunk ez nem volt a konyhán. Hát sajnálok, mert nekem gyerekkorom nagy kedvencük. Én is ezzel készültem egyébként, csak szeretném azt megmutatni, hogy hogyan lehet ezt egy picit tovább gondolni, és nem a klasszikus formában, hanem inkább egy ilyen kicsit angol szászabb típusú desszertként megmutatni. Ahogy szoktad a boltban, minden olyan nagyon csinos, olyan nagyon baba.